pörögtünk azon a hőfokon, amin kellett volna. Azt gondolom, hogy hiányzott belőlünk a tűz, főleg az első fél időben. A második fél időre valamennyivel többet sikerült, vagy nagyobbat sikerült küzdenünk, de ott meg már sajnos az eredmény után futottunk. Azt tudom mondani, hogy a Metz megérdemelten nyert. Te ezt tudod egyébként, hogy hazai pályán a Győr mikor kapott ki utoljára a Bajnokok Ligájában? 2015. október 25-én, tehát majdnem 7 évvel ezelőtt. Nyilván nagyon régen volt. A fél időben mit beszéltetek át Ambrose Martin, hogy min kellett változtatni? Hát elsősorban a visszafutásunk az nagyon kaotikus volt, nagyon sok könnyű gólt kaptunk a Metzi csapattól. Jobban kellett a koncentrációkra figyelni, sok volt az eladott labda, és ezeket próbáltuk javítani a második fél időben. De mint mondtam, hogy hiába próbálkoztunk, utána már szerencsésebb volt velünk, és futottunk az eredmény után. First of all, we need to congratulate Metz, because from the very first moment they were much better than us. Az első, azt, hogy gratulálunk el a Metz csapatának, mert az első pillanattól kezdve sokkal jobban játszottak, mint mi. Last year was totally different here at home. I mean, we didn't have almost any practice for the match, and they came fully in rhythm. We have many injured players, and we play without almost any training like they did this week, and also we have the full week to prepare the match, and was probably the worst match that we play at home. A tavalyi összehasonlítva teljesen ellentétes mérkőzés volt, akkor mi alig voltunk meg januárban a metzeni hazai találkozón, ők pihenten érkeztek, mi meccsből érkeztünk. Ma gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az egyik legrosszabb teljesítmény nyújtottuk hazai pályán valaha is. Itt a végén is úgy nézett, hogy lesz még egy esély a felkapaszkodás, hogy a közönség is nagyon tűzbe jött, följöttetek 4 gólra. Hittetek benne akkor, hogy esetleg még meg lehet akár az egyenlítés? Persze, főleg a közönségnek a biztatása az mindig nagyon nagy segítség, és mindig egy nagy löketet ad. Csak tényleg voltak olyan momentumok sajnos, amikor gólt kellett volna lőni, sajnos nem sikerült, amikor ki kellett volna védekezni, sajnos nem sikerült, és aztán az idő lejárt, még láttuk, hogy egyre kevesebb perc van hátra, és akkor már nem tudtunk mit csinálni sajnos. I just want to say that Metz made the job. Azt gondolom, hogy they really wanted. A Metz csapata elérte a célt, amiért ide érkeztek és küzdöttek. But the question is that I don't have any explanation for such terrible evening for us. Csak az a kérdés, hogy nincsen magyarázatom a szörnyű estére a teljesítményünket illetve. Collective and everything, the only thing that was, let's say, positive, as mentioned before, is that we keep fighting, waiting that in some moment, hoping that in some moment we will have the chance, but clearly it was not today our day, not in this, I repeat, no explanation, because the trainings during the week was more or less, like always, good. Egyénileg és csapatként is hibát-hibára halmoztunk, és a küzdelem volt az egyetlen, ami életben tartott bennünket. Az a hit és az a szellem, hogy történik valami, amitől megfordul a mérkőzés, de ez nem következett be. Nincsenek jelen pillanatban magyarázataim, az héten elmélyezett edzések is olyanok voltak, mint az azt megelőzőek. Hogy esik ilyenkor, amikor a meccs után a közönség még így is megköszöni és elismeri azt a nagy küzdést, amit a végén mutattatok? Nagyon jól, hát ez ilyenkor pozitív energiával tölt fel minket, és nagyon-nagyon köszönjük nekik, meg azt, hogy ilyen sokan ki is látogattak erre a mérkőzésre. Hát nyilván sajnáljuk, hogy nem tudtunk győzelemmel megköszönni nekik, de remélem a következő mérkőzésen ezt ki tudjuk javítani. Beside the fighting and beside our fans, that was the good things today. I want to think that in the previous, I don't know how many years before, we never lost any game at home, but also we didn't win the Champions League. I hope that this time we can do the opposite. Hálás vagyok a közönségünknek a támogatásért, amelyet végigbiztattak bennünket. És a küzdelmen túl talán az egyetlen pozitívum, hogy hosszú évek veretlensége után, amikor hazai pályán nem kaptunk ki,
nem nyertük meg a bajnokok ligát, és remélem, hogy ez most megfordul, és az idei szezonban ez más. So, congratulations one more time for Metz. Ismételten gratulálkom Metz. This is very long, we are at the beginning. Hosszú útnak az elején vagyunk most. Has to make us stronger and better, because we need that. A vereség kell, hogy jobbá és erősebbé tegyen bennünket, erre van szükségünk most. És egy ilyen meccs után jól esik egy kis szünet már idézőjelben, hiszen a válogatottban ugyanúgy folytatódik a munka. Persze, most jön a válogatott hétfőtől. Most azt gondolom, hogy ma meg holnap még mindenki átgondolja, vagy visszanézi ezt a meccset, hogy mi volt a hiba, mi kell változtatni, aztán nyilván új feladatok következnek.